Starfinder, nézzük meg, hogy a beginner boxban, a kezdődobozban mit találunk. Ugye ezt a Paizo adta ki a Pathfinderrel együtt. A Starfinder ez gyakorlatilag a Skiffy része, Skiffy játéka a Paizónak. A Pathfinder, ami ezután jön, az pedig ugye a Fantasy. Eléggé vaskos, nagy dobozzal találkozunk, láthatjátok, hogy mennyire vaskos. Eléggé vaskos, és eléggé szép karakterisztikák, illusztrációk vannak a dobozon. Részletes, éppen harcolnak egy nagy űrsárkány ellen. Nem ismerem magát a világot, viszont ezt a dobozt azért is vettem meg, mert nagyon le volt árazva, nagyon olcsón adta a bolt, még izlandi léptékben is olcsón kaptam meg. Nézzük, hogy mi van benne. Itt is rögtön a kockák, amíg először a kezünkbe kerülnek. Fekete kockák, fehér számokkal, klasszikus kockák, illetve annyiba különbözik, hogy itt az egyes, az római egyes. De minden másban gyakorlatilag klasszikus kockákról beszélhetünk. Én nagyon szeretem a fekete színt. Egyszerű, de nagyszerű. Ezek a kockák. Aztán vannak lábaink. Látjuk, hogy egy narancssárga, többi mint fekete. Különfajta méretbe tettek bele lábakat a karaktereknek, mert hogy ez is egy táblás játék is, nem csak szerepjáték. Föltehetjük a szörnyeket, illetve a karaktereinket. Illetve kicsit azon is túlmutat, ez megkerülhetetlen gyakorlatilag a figurák használata a játék közben. Elnézést így a sok rákugás után. Na, vannak itt különfajta kártyák. What can I do on my turn? Látom, mindegyik ugyanaz. Igen. Azt a játékosok számára gyakorlatilag ilyen segédanyag. És leírják, hogy ha mozogni akarunk, akkor a 77-es oldalon kereshetjük. Ha akciót akarunk létezni, akkor a 78-ason, Take an Action, különfajta akció típusokat is felsorolja, és hogy hol találjuk meg a boltba. Bocsánat, nem a boltba, hanem a könyvben. Használat, tárgyhasználat, skill használat, hogyan varázsoljunk. Tehát úgy látom, hogy igen, mind a kettő oldal gyakorlatilag egy kis okosnak számít. Az egyik oldalán, ahol látjuk ezt a kis hát, robotmanót, vagy hogy mondjam, ott igen, csak tétesen felsorolja, hogy a különfajta, hát nehéz helyzetek mit adnak, például, hogyha helpless vagy, akkor minusz 8 penaltit kapsz az armor classra, és nem tudsz mozogni. A másik oldala pedig gyakorlatilag ezeknek a kis kártyáknak egy, hát egy tartalomjegyzék a legfontosabb dolgokról. Praktikus, ez jó ötlet. Ezt még ilyen még máshol nem találkoztam más játékban. Beletettek egy congratulations, gratulálnak, és a Munchkin Starfinderből is. Lássuk, hogy mit mondottam benne. Ez egy ajándék gyakorlatilag. Igen, hirdetik is a Munchkint, hogy vedd meg a további kiegészítőket is. Mondottam egy Space Goblint és egy Hobgoblint. Igen, ez a klasszikus Munchkin játék, a kinézet, ezt megismerem, ezt játszottuk annó a szerepjátékklubba. A Space Goblin pedig egy kifejezett Starfinder extra kiadás, úgyhogy meg fogom becsülni. Köszönöm szépen a cég ajándékát. Aztán nézzük meg, hogy a lényegi tartalmat tekintve mit is tartalmaz. Hát, ha már így bontottam ki, akkor marad így. Egy nagy, hú, ez egy nagyon nagy térkép lesz, és eléggé vastag. Össze van hajtva, de láthatjátok, hogy milyen vastag. Egy hatalmas térképet tettek bele. Ezt így a kamera mögött hajtom, csak ki, vigyázzon, hogy ledöntsem. Hát igen, az egyik oldalán igazából
csak egy nagy, hát nem is hexamező, de ilyen négyzetmező van, amerre a szemem lát. Különösebb terep nélkül. A másik oldala viszont már egy kidolgozott, amerre van éjszak, erre van éjszak, egy kidolgozott elég jó kis térkép. Fölemelem most a kamerát és próbálom. Láthatjátok, hogy mekkora. Egy ekkora kidolgozott. Hát itt a gépem, szóval láthatjátok, hogy mekkora óriás ez a térkép. Ez nagyon jó. Nagyon menő, és hát ha nem is labirintus, de egyfajta föld alatti járat lehet. Skifi labirintus kaptunk. Aztán nézzük meg, hogy mi van benne még. Hát igen, a szabálykönyv, a Heroes Handbook, tehát gyakorlatilag azt gondolom a Players lesz. És mindjárt megnézzük. Igen, meg van egy Game Master Guide is. Nézzük, hogy ez a Players Handbook hogyan is néz ki. How to create a character, igen, hogy hogyan tudunk karaktert készíteni, és egy alt-script csarnok vetül elénk. Különfajta androiddal, humannal, lasunta, sirén, veszk, vannak itt mindenfajta fajok. Patkány az az iszoki, van egy mersz, aztán igen, az első, hogy a kiválasztjuk a fajt, aztán ugye a kasztunkat, lehet bounty hunterrel, Iconnal, Mercenaryval, Outlaw, a Priestel, Spacefarerrel játszani, illetve még a témán belül van egy class. Tehát itt ketté van véve, úgy látom, hogy a kaszt, van egy főkaszt és egy alkaszt, van egy team és egy class, és a class alatt olyanok vannak, mint Mechanic, Mystic, vagy Operative, vagy Soldier, vagy Technomancer. Érdekes. Ilyennel sem találkoztam még. Illetve bolond vagyok, a mágus már használta ezt, meg a D&D is. Csak ezekkel már régen játszottam ezek a játékokkal. De mit tudom én, a mágusban is ott volt ugye a harcművész főkaszt, és akkor volt a harcművész, meg a karművész alatta. Ugye a harcos alatt ugye még ott volt a gladiátor, ott volt még a barbár a harcos mellett, az Amazon. Igen, hát régen volt már, most héten ki esett a fejemből. De úgy látszik, hogy a Starfunter is ezt használja, tehát van egy főkaszt és egy alkaszt. Láthatjuk, hogy D4, D6-ot, D8-at és D20-at ismer. Ez egy solo adventure. Aha, tehát beletettek egy solo adventure, tehát egy egyedül is játszható modult. Én ezt nagyon szeretem, még sosem próbáltam ki, de nagyon, nagyon szeretem azért, mert jó ötletnek tartom, mert én is egyedül vagyok Izlandon, és hát tudunk játszani. Most két csapatban, lassan háromban is benne leszek, de csak online. Magyarokkal játszok Discordon. De a solo moduloknak mindig örülünk, esetleg úgy adódik, hogy nincs időnk, nincs ideje valakinek, nem jön össze a csapat Discordon, akkor tudunk saját magunknak is mesélni. Elég jók benne ezek a, hangulatosak benne ezek a illusztrációk. Ú, de félelmetes. Ez egy szörnyike, űrszörny. Maga az illusztráció mellett tetszik igazából, hogy a lebontás is nagyon jó, ez a fekete keret, amit körbevegy, fölül a lényeget írják, szintén fekete alapon fehérrel, szerintem eléggé menő, semmi extra, semmi titkom a lényegre koncentrálva, de mégis díszes, és az a lényeg, hogy átlátható, hogy a szabálykönyvnek egyik nagy lényege, hogy átlátható legyen. Már az előző kártyákkal is, ahol gyakorlatilag tartalomjegyzékként funkcionáltak, és azt bizonyították, hogy elég jól meg van szerkesztve ez a játék. Vannak bizonyos játékok, ahol elég nehéz megtalálni az adatokat, főleg a régebbi játékoknál, de itt erre is figyeltek már, hogy az evolúció az működik ebben is, hogy az ember könnyebben megtalálja a szabályokat, a lényeges szabályokat, amik éppen felmerülnek egy-egy játék kapcsán, egy-egy játék helyzet kapcsán.
Látod, hogy itt van ez a különfajta kaftuk, például a Mystic, elég jól néz ki ez a rovar. Űrbogár. Space Beetle, vagy hogy hívjuk. Katonák is természetesen vannak itt, soldierek, technomancerek, mivel ez eléggé tech világ, ugye a skifi mellett. Nagyon megtetszett, ezt hamarabb megvettem, mint a Pathfinder-t, valamiért. Hát nagyjából ugye annyi content van benne, csak ez kevésbé népszerű játék, mint a Pathfinder, mert a Pathfinder az ugye az egyik legnépszerűbb játék lett így az idők alatt. Szóval elég jó áron megkaptam, és csak egy darab volt a boltban, úgyhogy megvettem. És hát láthatjátok, hogy eléggé részletes. Igen, végén felsorolják a... Ja nem, ez csak egy... Bocsánat, beletettek egy... játékmester és játékosok beszélgetése, tehát egy kis mini performance a játékokról. Mindenfajta helyzetben van itt ez a kis goblinok, űrgoblinok, igen, amikor beájul, amikor megijed, vagy éppen elveszi az egyensúlyát. Nagyon jó. Figyeltek azért a humorra is. Egy ilyen kis füzetben található, könyvfüzetben található a Hero Handbook. Magyarán játékosoknak a kézikönyve. És itt van a mesélők kézikönyve. Rögtön beletettek egy lert, egy kis labirintust az elejére. Még a borítónak a másik oldalára. És akkor már itt már találkozunk a Game Master Olni felirattal, a szokásos goblinunk. Hát igen, látom, hogy egy modult tettek bele ebbe is. Ó, de jó néz ki ez a egy szemű tigris, űrtigris. Komplett modul lesz ez a Game Master Guide igazából. Na de van egy indexe is, csak ugye az nem a kifejezett tartalom jegyző. Ja, itt van a kifejezett tartalom jegyzők. Igen, az elején egy adventure van, és a 16. oldaltól már nem a kalandmodul van, hanem gyakorlatilag a klasszikus Game Master Guide. Hogyan meséljünk, hogyan építsük fel az életút játékot, hogyan bánjunk karaktereinkkel, hogyan jutalmazzuk őket. Van úgynevezett Deathless Level. Nagyon érdekes. A 64. oldaltól látunk benne egy galaxis bemutatót. Én ezt kifilében egy galaxisban játszódik. Ez is nagyon hangulatos. Az űrgoblinok, ezek mindig mosolycsolnak az ember arcára. És úgy látom, hogy ez egy bestiárium szerűség. Aha, egy bestiárium, mini bestiárium is van benne. Ugye az eredeti könyv, a szabálykönyv az iszonyatosan vastag és nagyon nagy. És nagyon sok kiegészítője is van már a Starfindernek is. Kiadták kis méretben is, de az is eléggé vastag, tehát ilyen paket méretben. Látszak eléggé szabály nehéznek tűnik, mert nagyon sok szabálya van. De jól, ebbe a kis füzetben, két kis füzetben viszont úgy látszik, hogy bele tudták tenni a lényeget. Szóval ez is mindenképpen jó pont a játékról. Sokakat már elborzaszt, engem nem, de sokakat elborzaszt, ha valami eléggé szabály nehéz. Manapság el is terjedt az ilyen rule light rendszerek. Éppen ennek ellensúlyozására. Mondjuk én Shadowrun is őröztem, meg Máguson előttem fel, szóval engem. Én azt szoktam meg, nekem a természetes, hogyha egy szabály, az szabálykönyv az vastag és sok, akár képzettségrendszerben, akár a varázslásrendszerben, minden szempontból sok,
de nem mindenkinek tetszik. Az újabb generációk úgy látszik már jobban szeretik az egyszerűbb, szabálykönnyebb játékokat. Hú, ezek, mint láthatjátok, papír, tehát ilyen kemény papírból vannak ezek a szörnyek, illetve hát itt a karakterekkel is találkozunk, de vannak ugye szörnyek is. Könnyen ki lehet venni, viszont hihetetlen igényes. Szépen kiszínezve, hiába papír, van egyfajta feelingje. Három darab ilyen nagy kivehetős A4-es papír van benne, és egy kicsit nagyobb is talán, mint A4-es, olyan szélesebb. És eléggé, gondolom, könnyen kipattinthatjuk a karakterünket, és beletehetjük a lábába, amit ugye adtak hozzá, a műanyag lábába. Ugye ezekbe. Ez nagyon megtetszett, ez nagyon menő. Jó néz ki. És eléggé sok, hát mennyi az, azt mondja, hogy pillanat, gyors felszámolás, ugye 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 24, mínusz 1, 23 figura van egyen. Az azt jelenti, hogy ez a sárkány, egy robotdragon is ott van. Tehát 23, és mondjál meg, ez a másik kettő is ugyanígy van elosztva. Tehát 23, az 72, 69 darab figura van benne. Az azért nem semmi, egy ilyen kis beginner boxban. Ja igen, itt írják is. Bocsánat, 87 karakter és creature pawn van benne. A dupla térképet mutattunk. 6 karakter sheet, 6 pre-generated karakter, tehát előre gyártott karakter. A két handbook. A játékmester és a játékosi handbook. Igen, a karakter segítőkártyák, illetve a kockák. Aha, és hogyha ha van csoportod, vagy ha vagy egyedül, igen. Ha egyedül vagy, akkor van egy külön. Igen, leírják, hogy arra van tervezve a Starfinder, hogy többen játsszák. De akár egyedül is játszható, és a solo adventure-t tették bele. A oda kalauzol, pedig a klasszikus szerepjátéknál pedig a többi helyre. Igen, ezzel kellett volna kezdeni, csak ugye már megfordítottam, aztán ez volt a tetején. De van egy Starfinder Society is. Az interneten föl lehet lépni, és be lehet lépni. Biztos, hogy van értelme annak is. És hát igen, itt hirdetik a elég vastag szabálykönyvet, illetve a különfajta kiegészítőket, játék, illetve a világleírást. Na, és elérkeztünk a karakterlapokhoz, de nem csak egy lap ez, hanem gyakorlatilag félbehajtva egy nagy lap, tehát gyakorlatilag négy oldalra jön ki egy Mystic nevű, vagy Mystic kasztú karakter, igen, az űrbogár, amit az előbb néztünk, eléggé részletes karakterisztikákkal felsorolva, és a végén egy eléggé hangulatos elemű rajzol. Szóval van egy operatívunk, a piszkos munkát végző operatívunk, van egy még piszkosabb munkát végző soldierünk. Elég jól néz ki, csak egyszerű papír, de nagyon szép, részletes, csomó statisztikával, leírással. A hátoldalon még háttértörténet is van, magával egy nagyon jó kis festménnyel. Na, van egy mérnökünk is, van mechanikusunk is, Quig. És van egy technomancerünk, Raya. Navas.
És ha vannak üres karakterlapjaink is. Egy A4-es lap, és mind a kettő oldal föl van használva. Láthatjuk itt is a klasszikus felosztást. Strength, Dexterity, Constitution, Intelligence, Wisdom, Charisma. Aztán a mágikus képességek, a klasszból adódó statisztikák, feat-ek, karakterinformáció a kinézetéről, a klasszikus initiative speed, hát igen, nem is olyan rendszer, de azért így elég sok minden, ugye mentődobások, elég sok minden azért visszaköszön más játékokból, a támadás, a skilljeink. Ez igazából jó, mert úgyhogy nem is olyan a játékot úgyis, hát már így gyakorlottabb szerepjátékosként könnyen felismerhetők ezek a dolgok, tehát nem kell mindenről. Hát persze utána kell nézni, de az azért is jó, mert leírják, hogy pontosan hol néz utána. Csak azt szoktam mondani, hogy még egy játékot, játékrendszert nem ismerőnek is egyértelmű a karakterlap, szóval eléggé hamar meg lehet tanulni már a rendszerét azoknak, akik más rendszerrel is játszottak. És elég sokat beletettek, tehát ennyi az egy, kettő, három, négy, 5, 6, úgy látom, hogy 7 karakterlapot is így beletettek, amit ugye nyilván lehet másolni pluszba. Nem mindenképpen jó pontok ezek, tehát vannak a karakterlapok, a kidolgozott karaktereink, azok is nagyon menők, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 darab kidolgozott karaktert is beletettek. Be lehet lépni a társaságba, interneten. Aztán beletették a 87 figurát, ami szintén nagyon jó. Talán nekem ezt tetszik a legjobban, ez a része. Minden egy kicsit hangulatosabb, ugye a régen, és mindig föltettük, minden kicsit hangulatosabb, hogyha fölrakjuk a karaktereinket, illetve hát a szörnyeinket a pástra. Aztán a klasszikus Game Master és Heroes Handbook, ami jól forgatható, füzető, tehát softcover, de még jobb is, könnyebben forgatható. Jobb, mintha kemény borítású lenne. Aztán egy hatalmas dupla oldalas térkép, ami benne van, és így már van súlya, már most van súlya. Az index kártyák, hogy mit hol találunk a játékban. A Space Goblinunk. Látod, hogy hát elég nagy a doboz, és azért elég jól meg van pakolva, az úgy félig, de azért eléggé nagy a doboz tényleg. A kockáink, illetve a lábaink is itt vannak. Hát megmondom őszintén, hogy mikor kibontottam, itt már miatt megvettem, már így felemelve jó vételnek tűnt ez a, mis tudom, talán 6000 koronáért adták, azt hiszem, tehát ilyen 17-18 ezer forintért adták, de lehetséges, hogy Magyarországon még olcsóbb. Mindjárt megnézzük, 40 dollár az ára gyakorlatilag, szóval igen, 15-16 ezer forint. Rajjön ki, gondolom, szerintem otthon is. És nagyon sok minden van benne. Itt láthatjátok, hogy pontosan mik is. Abszolút ajánlom, sőt, a árérték arányban szerintem nem találtam ennél még jobbat. Illetve egyet találtam, az a következő lesz, a Pathfinder. De igen, egyedi a rendszere, pályázó rendszere van, de nagyon népszerű ez a rendszer, úgyhogy ne féljetek tőle, ne féljetek újat megtanulni, ha esetleg csak emiatt gondolkoznátok, hogy megvegyétek, mert abszolút nem tűnik bonyolultnak. Gyakorlatilag így, hogy nem is van a rendszer, így is felismertem a karakterlapon gyakorlatilag mindent, de szerintem ti is, aki már több rendszerben játszottatok. Szóval abszolút jó vételnek tűnik minden szempontból ez a Starfinder.
hogyha egy kicsit olyan skifire vágytok, ami kicsit más, mint a többi, illetve hát nagyon sok volt a skifi rendszer is van, úgyhogy érdemes szerintem ebben is belásni magát mindazoknak, akik szeretnek a csillagok között kalandozni. Sziasztok! Köszönöm a figyelmet!